A tanyafejlesztési pályázat keretében 2011 óta már 9 milliárd forint jutott el a tanyán élőkhöz. A pályázatnak köszönhetően lehetőség van a közösségi terek, az úthálózat és a helyi piacok fejlesztésére. Ez utóbbi azért is fontos, mert a tanyákon élők legfőbb megélhetése a mezőgazdaság. A helyi termelői piacok pedig megélhetést is biztosítanak számukra. 300 ezer emberről van szó Magyarországon, 300 ezer ember a jelenleg külterületen, és alapvető célunk az, hogy 2020-ra legyen olyan ember Magyarországon, akihez nem jut el valamilyen módon az elektromos áram, illetve a tanyája vagy a lakóingatlan nem közelíthető meg megfelelő minőségű utakon. Tehát ezt tekintjük kiemelt célunknak, és e e e így próbálunk mindent megtenni a programon keresztül. A korábbi évektől eltérően idén 100% előleget kaphatnak a pályázók. Várhatóan a nyár folyamán döntés születik a pályázatokkal kapcsolatban. Ezt követően azonnal kiutalják a támogatási összegeket, ezzel is segítve a tanyák mielőbbi fejlesztését, tette hozzá dr. Viski József. Megyénk számára különösen fontos ez a pályázat, hiszen jelentős a tanyák száma, mondta el dr. Vinnai Győző. A tanyák megőrzése, a tanyán élők életminőségének javítása számunkra kulcskérdés, hiszen akkor maradnak az emberek egy településen, ha van munkahely, ha javítjuk a lakhatási körülményeket, és a, a pályázatnak van egy része, amely a tanyán élők lakó és vagyonbiztonságát szolgálja, a tanyák megőrzését szolgálja, minél magasabb infrastruktúrális ellátottságát szolgálja, tehát szeretnénk a vidék a tanyás települések népesség megtartó szerepét erősíteni. Ez a program a korábbi években is népszerű volt, és várhatóan idén is számottevő pályázat beérkezésére számítanak. A nagy érdeklődésre való tekintettel célszerű időben elkészíteni, és a beadási határidő kezdete után minél előbb benyújtani a pályázatot.